Olimpiai bajnok lett a magyar női kajak 4-es 500 méteren. A Szabó Gabriella Kozák Danuta Fazekas Zúr Krisztina Csipes Tamara összetételű magyar csapat ezzel a 8. riói aranyat nyerte. Megvédte tehát londoni olimpiai bajnoki címét a női kajak 4 -es. A vasárnapi döntőben az Egyesült Államok csapata ellen bizonyíthat legközelebb a szerb férfi kosárlabda válogatott. A szerbek 26 pontos különbséggel győzedelmeskedtek Ausztrália ellen 86-61-es végeredményt beállítva. A szuperdöntőt közép-európai idő szerint 20 óra 45 perctől követhetjük figyelemmel. A két válogatott a csoportküzdelmek során már összemért erejét, akkor az USA egy kiváló mérkőzésen 94-91-re nyert. Amennyiben most a fiúknak sikerül a bravúr, és legyőzik az amerikaiakat, nem csak történelmet írnak, de egy aranyiremmel is gazdagabban fejezhetik a riói olimpiát. A magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel kikapott az orosz csapattól a bronzéremért vívott mérkőzésen a Riói Olimpia pénteki versenynapján. Bíró Attila Európa bajnok vízilabda csapata 10 másodperccel a végső dudaszó előtt még 12-11-re vezetett. De az oroszok az utolsó másodpercben szerzett góllal kiverekedték maguknak a büntető párharcot, amelyben 7-6-ra győztek. A magyarok négy évvel ezelőtt Londonban, valamint 8 éve Pekingben is negyedikként zártak az olimpián. A kalapácsötő Pars Krisztián a hetedik helyen végzett. A szombathelyi versenyző 75 méter 28 centimétert ért el a döntőben. A női öttusázók versenyében Kovács Sarolt 17. Földházi Zsófia 27. lett.